Köszöntöm kedves nézőinket, Hetias című magazinműsorunk következik. Stúdiónk vendége Hőgye Kis Gyöngyi énekesnő. Köszöntelek a stúdióban. Szia, én is köszöntök mindenkit. Hogyan és mikor kezdődött az énekes pályafutásod? Gyerekkoromban, igazából már az óvodában zeneóviba is jártam, utána pedig zeneiskolában hegedülni tanultam, és utána jött az, hogy énekelni szeretnék tanulni. Ugye zeneiskolában tanultam énekelni, az általános iskolában már mindenféle iskolai rendezvényen énekeltem, később szalagavaton, városi rendezvényeken, és akkor innen indult az, hogy így hétvégente komolyabban is foglalkozom énekléssel. Mikor kezdted el tudatosan tanulni az éneklést? 11 éves voltam. És az hogy jött az életedben? Úgy, hogy előtte hegedültem, és igazából mindent, amit el kellett volna hegedülnöm, inkább szívesebben elénekeltem, úgyhogy mindenképpen szerettem volna magánéneket tanulni, viszont akkor még nem lehetett, mert 14 éves kortól lehetett a zeneiskolában tanulni magánéneket, azért, mert hogy ugye még mutálódik a hang, vigyázni kell rá, viszont én nem szerettem volna ennyit várni, úgyhogy hát megkérdeztem az igazgató urat, Albert József igazgató urat, hogy én igazából hegedűről énekre szeretnék átmenni, hogy ez lehetséges-e. Mondta, hogy menjek fel Farkasné Szabolcs Ildikó tanárnőhöz, kérdezzem meg. Hát én nem izgultam, felmentem, és mondta, hogy énekeljek egy dalt. Ez tisztán emlékszem, hogy a Szánta Babám című népdalt énekeltem el neki, akkor volt beiratkozás, és akkor mondta, hogy jöjjek vissza anyuval beiratkozni. Így indult az éneklés. Mit szóltak a szüleid ehhez a határozottsághoz? Hát nem voltak meglepődve különösképpen. Igazából tudták, hogy én szeretnék énekelni, úgyhogy támogattak is. Anyuval visszamentünk a zeneskuliba, beiratott, és onnantól kezdve énekelni tanultam. Nem féltél, hogy így évekkel korábban elkezded a tanulást, és tényleg valamit befolyásolni fog a hangodon? Nem. Határozottan tudtad, hogy ezt szeretnéd csinálni. Igen. A zeneiskola után az egyetemen is tanultad a zenét, vagy utána már nem foglalkoztál ezzel? De 4 évig jártam kiskörösre, ide Farkasné Szabolcs Ildikó tanárnőhöz. Utána úgy volt, hogy középiskolába 2 évet ide Vattaiba jártam, programozó informatika szakra, 2 évet pedig Kecskemétre a Kandóba, és akkor, amikor átmentem Kecskemétre az éneklés miatt, akkor a Kodály suliba jártam be magánéneket tanulni. Tehát az ilyen délutáni külön órák voltak, és utána pedig Pestre musical szakra, a Kővirágok énekiskolába jártam 3 évet. Ez a programozási szak is érdekel egyébként, vagy ez csak egy ilyen mellékvágány? Érdekelt az informatika teljes mértékben, úgyhogy szerettem azt is. Hogyan ívelt felfelé a karriered ezek után, hogy elvégezted az iskolákat? Már közben voltak ilyen helyi rendezvények, ahol énekeltem, idősek napja, városi események, iskolai rendezvények, és igazából volt több bál, például kézilabdás bál, ahova meghívtak, mint műsor, tehát énekelni 1-2 dalt, és itt találkoztam több zenész kollégával is, éppen akkor Tasi Tamással. Sokan láttak, kérdezték, hogy vállalok-e fellépést esküvőn, lagzikban. Hát ugye akkor én még nem voltam, tehát nem volt repertoárom igazából, hogy elmenjek egy lakodalomba, és megkérdeztem a Tamást, hogy neki lenne kedve eljönni velem, vagy hogy elvállalnánk együtt. Mondta, hogy persze, és akkor vele kezdtem el, meg igazából nagyon sok kiskörösi zenésszel léptem fel. Akkor az elején csak ilyen meghatározott dalokat énekeltél, tehát mondjuk esetleg, amit a műsor megkívánt? Nem feltétlen, hanem még úgy volt, hogy 1-2 óra hosszát, akkor 8-tól éjfélig, tehát ugye még nem egész éjszaka, hanem egy pár óra hosszát voltam, és akkor egyre jobban bővült a repertoárom, tanultam is dalokat, láttam azt, hogy nagyjából mikre lehet szükség, és így utána én is maradtam egész éjszaka a többiekkel. És akkor most jelenleg mit tartalmaz a repertoárod?
Fú, most már sok mindent. Most már rengeteg mindent. Igazából a 80-90% a magyar dalokból áll, ami tudatos, mert én jobban szeretem ezeket a dalokat, de a legrégebbi slágerektől kezdve a mai mostani zenékig rengeteg dal van benne. Igazából külföldiből is van jó néhány, abból inkább a retro vonalból, de mindig, hogyha kérnek valami dalt, akkor igyekszem megtanulni azt is, tehát a kéréseknek megfelelni. Hogy zajlik ilyenkor egyébként egy dal megtanulása? Tehát, hogy már még most is, tehát most már csak saját magad tanulod, vagy még mindig van segítséged? Nem, most már csak saját magam. És akkor ilyenkor egyeztet esetleg, ahogyha a zenekarra játszol, akkor velük, hogy akkor milyen hangszín, milyen... Hang nem, persze. Hát megnézem azt, hogy milyen az eredeti, nekem az fentebb, vagy esetleg, tehát magasabb, vagy mélyebben kell, hogy énekeljem, hogy az én hangszínemhez hogy passzol, és akkor vagy zenei alapot szerzek hozzá, hogyha mondjuk egyedül megyek fellépni, akkor zenei alapra szoktam énekelni, hogyha például a zenekarral, akkor pedig ugye megbeszéljük, hogy ezt hol jó, és akkor úgy. Nincs, ha jól tudom, akkor állandó zenekarod, ezt hogy szoktad kivitelezni? Hát a legtöbbet Tasi Tamással szoktam menni, illetve hogyha kérnek, akkor lehetőség van még szaxofonosra is, tehát szaxofonos is szokott velünk jönni, és meg egy kecskeméti zenekarral is szoktam menni, hogyha ők hívnak engem. Tehát ez a kettő állandó formáció van most már jelenleg, illetve hogyha ilyen kisebb szülinapi bulik vagy rendezvények vannak, akkor ezt egyedül is el tudom vállalni. A hangszerrel már teljesen felhagytál? Igen, igen. Én, ha jól tudom, akkor külföldön is fölléptél már. Hát igen, egyszer voltam szilvesztert énekelni Amerikában. Igazából New Jersey-be hívtak ki, Garfield klubba, ez egy magyar klub, és mert az volt életem legelső olyan fellépése, ahol zenekar nélkül teljesen egyedül egész éjszakás fellépésem volt. Ez egy 180 fős szilveszter volt, és hát kihívás volt mindenképpen, hogy egyáltalán most tényleg egyedül kimenjek, hogy mi lesz, hogy lesz, de hála Istennek nagyon jól sikerült. Hogy jött egyébként ez a lehetőség? Kint élnek ismerősök, igazából én nem ismertem őket, hanem a családom. A családom mondta, hogy vannak kint, tehát ilyen nagyon távoli rokonok, és a Facebookon ismerősök voltunk. Ott követték az én énekesi pályafutásomat, videókat láttak, és kitalálták, hogy mi lenne, hogyha kihívnának énekelni. Csörgött a telefon, igazából meglepődtem nagyon, mert egyáltalán nem számítottam rá, de aztán gondoltam, hogy ha már jött egy ilyen lehetőség, akkor meg kell ragadni, hogy ne. Így elvállaltam. Ez azért egy fantasztikus lehetőség, meg élmény is volt, igen, gondolom. Igen. És abban nem is gondolkoztál, hogy esetleg külföldön folytasd a pályafutásod? Nem. Nem? Nem, semmiképpen. Én igazából nagyon ragaszkodom a családomhoz, meg elég összetartó család vagyunk, és nem is szerettem volna soha elköltözni, vagy külföldre kimenni. Ugye említetted, hogy mennyire összetartó a családod, akkor gondolom nagyon nagy támaszt nyújtanak neked, és támogatnak téged az álmaid elérésében. Így igaz, igen. Mindenki, hát már gyerekkoromtól kezdve nővérem és köztem 11 évkor különbség van, ő 11 évvel idősebb, és mindig segített ő is nekem. Igazából a kecskeméti iskola is úgy jött, hogy ő kereste, vitt engem, tehát nagyon támogató családom van, szüleim is mindent megtettek azért, hogy az éneklést tudjam tanulni, illetve most is, hogy fellépéseket tudjak vállalni, hiszen most volt egy éves a kisfiam, és anyukám rengeteget vigyáz rá, amikor megyek különböző rendezvényekre, úgyhogy számíthatok rájuk. És a családodban volt egyébként ilyen felmenő esetleg, aki ilyen, nem? Senki? Nem, senki. És zenész se? Hát apu tanult még az iskolába fúvós hangszert, klarinétozott,
meg papám volt anyukámnak az apukája, aki nagyon szeretett énekelni, táncolni, igazából mindenféle ilyen eseményeken részt venni, nyugdíjas klubtól kezdve mindenbe benne volt, de aki hivatásosan így foglalkozott volna zenéléssel, olyan nem volt. Egyre több ember ismeri meg a neved, viszont te mit gondolsz azokról az ismert emberekről, akik most a mai világban a zenei pályán vannak, esetleg mondjuk így nem csak globálisan, hanem mondjuk országos szinten? Vannak kedvenceim, vannak, akiket szeretek, nyilván van olyan is, aki kevésbé tetszik, de hát pont ez a lényege, ugye, hogy minél színesebb a paletta, annál jobban megtalálja mindenki azt, ami neki tetszik. Nem gondolod, hogy telített például a piac? De ez egy ilyen pálya, tehát ez egy ilyen verseny, aki tud olyat produkálni, ami ugye tetszik az embereknek, annak szabad a pálya, úgyhogy mindenki megosztó. Ki az, aki neked mondjuk esetleg a magyar együttesek vagy a magyar énekesek közül akár példaképed, vagy akár nagyon tetszik a zenéjük? Hát Demjén Ferenc mindenképpen, tehát szerintem ő, vagy rá lehet azt mondani, hogy nem túl megosztó személyiség, mert szerintem szinte mindenki szereti. Ruzsa Magdinak a munkásságát is szeretem hallgatni így autóban, például Honey Beast, Bagosi Brothers, sok mindenki van. Mi az, ami téged egyébként inspirál a zenélésben? A közönség, amikor jól érzik magukat, amikor buliznak, amikor látom azt, hogy tényleg önfeledten minden rendben, jól érzik magukat, az nagyon pozitív. Gondolkoztál azon egyébként, hogy saját dalokat írj? Nem. Igazából ilyen nagyon költői vénem nincsen, úgyhogy ezt így nem erőltetném, mert olyan dalokkal nem fárasztanám a közönséget, ami szerintem sem túl jó. Úgyhogy igazából meghagyom a dalírást annak, akinek ez tényleg megy, és büszkén adom elő az ő dalaikat. És ha valaki megírná neked? Akkor szívesen énekelném, persze, hogyha tetszik. Mi az, amit mindenféleképpen szeretnél még elérni a zenélésben, ami ilyen nagy vágyad? Húha! Hát igazából ilyen országos ismertségre nem vágyom, vagy ilyen feltörekvő akármire. Úgy gondolom, hogy amit én szeretnék, az megvan, tehát így a rendszeres fellépés, ami feltölt, ezek megvannak, és ez így pont jó, hogy még a család is beleférjen. Igazából ettől többet nem is nagyon tudnék vállalni. És milyen vágyaid vannak mondjuk a családdal kapcsolatban? Hát most már, hogy megszületett a kisfiam, férjhez mentem, úgyhogy úgy érzem, hogy itt is teljesen helyére kerültek a dolgok. Még majd egy kis tesót jó sokára szeretnénk, de teljesen elégedett vagyok. Milyen díjakat, milyen elismeréseket kaptál az évek során, akár a kezdetektől napjainkig? A legelső, ami ilyen emlékezetes, az mindenképpen itt volt Kiskörösön, egy regionális Ki mit tud. Akkor voltam 13 éves, és ott nem csak éneklés volt, hanem tánc, versmondás, mindenféle, tehát ami egy Ki mit tudba belefér, és ott Maros Gábor színművész úr volt a zsűri elnök, és aranydiplomát kaptam. Ez egy hatalmas elismerés volt számomra. Itt a Padlás című műzikából az Örökre szépek című dalt énekeltem, és a Macskákból az Éjfélt, úgyhogy nagyon emlékezetes volt. Ekkor kaptam Varga Gábor Varesztől egy CD felvétel lehetőséget. Ez volt életem legelső felvétele, ahol így meg volt örökítve az, hogy énekelek. Akkor még teljesen a műzikelek világába voltam benne, és csak azt is énekeltem szinte, úgyhogy az összes dal musical, amit akkor készítettünk, de nagyon jó visszahallgatni őket. Mi volt az első dal, amit elénekeltél? Arra emlékszel? Nem. Minden. Ami tetszett. Arra emlékszem, hogy gyerekkoromban álltam a tükör előtt, és volt egy ilyen kazetta, hogy világslágerek magyarul. Na hát én azt rongyosra hallgattam, és a Szulák Andrea énekelte a Sup Sup szongot, ami a Tudnod kéne, hogy milyen a csók, hát ezt
üvöltve, torkom szakadtából énekeltem, ahogy csak bírtam, úgyhogy ez így mindenkinek megmaradt. De nagyon sok mindent szerintem. Van egyébként olyan szám, amit így kiemelnél a repertoárodból, hogy na ezt az, amit mindenféle eseményen elénekelek, mert hogy annyira szeretem? Különösen nincsen. Nagyon szeretek Celine Dion-t énekelni. Tehát, hogyha a példaképekről beszélgetünk, nekem ő az egyik, hát vagy inkább mondhatjuk úgy, hogy a kedvenc énekesnőm. Őt mindenképpen nagyon szeretem. De nagyon-nagyon sokféle zenei stílus tetszik nekem, és nagyon sok mindent szeretek énekelni, úgyhogy nincsen az, hogy most csak ezt, vagy csak azt, igazából mindenfélét.